mi, miért és hogyan történik a politikában. Kedves nézők és hallgatók, ez a Politika belülről, amelyben ismét ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Ezúttal rendkívüli módon az Erdély TV-n kedden jelentkezünk a húsvét ünnepekre való tekintettel, műsorunk azonban meghallgatható az Erdély FM-en, illetve átirata a Transindexen is olvasható. Szeretettel köszöntöm Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét, állandó meghívottunkat. Jó napot kívánok! Elnök úr, a húsvétra való tekintettel ugye sajnos nem csak pozitív dolgok történtek, hanem negatívak is, valószínűleg ugye a brüsszeli merényleteknek közel lehet a húsvét ünnepek közelettéhez is. És itt akkor nem csak az a kérdés, hogy mi, miért és hogyan történik, hanem hogy mi fog történni ezután, hiszen nagyon komoly kérdéseket vet fel az, hogy gyakorlatilag Európa fővárosát ért egy ilyen jellegű támadás. Rengeteg olyan súlyos kérdés van, amelyet most a brüsszeli, azelőtt a párizsi merényletekkel kapcsolatosan érdemes végigbeszélni. És az egyik legfontosabb konklúzió mindenféleképpen az, hogy a következő időszakban is elképzelhető, hogy Európa különböző nagyvárosait támadások érik a fundamentalisták részéről, az iszlám fundamentalisták részéről. Másrészt az is egyértelműen látszik, hogy az Európai Unió összességében nincs felkészülve erre a típusú hibrid háborúra, mert ez egy hibrid háború, ez nem egy klasszikus értelemben vett hadviselés. És ugye a török elnök, amit a napokban mondott, hogy az egyik merénylőtők ezelőtt egy évvel, vagy több mint egy évvel letartóztatták és átadták a belga hatóságoknak, a belga hatóságok szabadon engedték, az meg azt mutatja, hogy bennünket, mindenkit agyonhallgatnak a különböző titkosszolgálatok, megfigyelnek reggeltől estig a polgárokat, és mégsem képesek kiszűrni azokat, akik az európai polgárok életére törnek. Ez a bizonytalanság, ez nem tesz jót, ez a bizonytalanság, ez nagyon-nagyon sok mindent megkérdőjelez, és a legfontosabb az, hogy milyen választ fog tudni adni erre az Európai Unió, milyen választ fognak tudni adni az európai tagállamok. És én nagyon határozottan annak vagyok a híve, hogy közös választ kell adni, kollektív választ kell adni. Az egyéni megoldások nem fognak eredményre vezetni, mert előbb-utóbb ehhez az európai konstrukciónak, annak a hatalmas és nagyon fontos építménynek az alapjait rengetik meg, amelyek nélkül én azt gondolom, hogy a tagállamok külön-külön előbb-utóbb csak vesztesei lehetnek ennek a fajta konfliktusnak, és ezért bármennyire furcsának tűnik, én azt mondom, hogy a szorosabb integráció és a szorosabb együttműködés lehet a megoldás. És ez néhány területet érint, ez a szuverenitás kérdését fölveti, de az európai politikusoknak ezt a bátorságot kell venniük, és a közösségeik, a népeik elé kell állni, és azt kell mondaniuk, hogy nincsen alternatívája annak, hogy az európai határokat közösen kell megvédeni. Ez az első számú kérdés és probléma. Nincsen annak alternatívája, hogy a védelmi biztonságpolitikát össze kell hangolni. Nincs annak alternatívája, hogy a 20-valahány titkos szolgálat közötti együttműködés ne tudják úgy összehangolni, hogy az információ csere az pillanatok alatt megtörténjen. És nincsen annak alternatívája, hogy hosszú távon egy olyan megoldást találni, amely az Európai Unióba belépő különböző közösségeknek, különböző közösségeket képviselő embereknek az integrációját biztosítja, mert azért be kell látni, hogy csőd, ami Európában történt, csőd, ami Párizsban történt az elmúlt 70-80 esztendőben, csőd, ami Németországban történt, ami Belgiumban történt, ami Dániában történt. Tehát az erős muszlim közösségeket tetszik, vagy nem tetszik, ki kell mondani, látni kell, hogy nem tudta integrálni egyik jóléti állam sem. Hogy miért nem tudta integrálni, ez egy másik kérdés, és hogy a második, harmadik nemzedéket sem tudja integrálni, és tulajdonképpen az radikalizálódik igazából, vagy könnyen radikalizálható, ez egy másik kérdés. De hogyha nem látjuk és nem merjük kimondani, hogy ez egy kudarc az európai államok részéről, azon államok részéről, amelyek ilyen vagy olyan ok miatt hatalmas muszlim közösségeket fogadtak be, akár azért, mert gyarmattartó államok voltak, azért, mert, vagy akár azért, mert demográfiai vagy munkaerőpiaci problémákkal szembesültek, és így próbálták ezeket megoldani. Tehát a lényeg az, hogy sem Belgium, sem Franciaország, sem Dánia vagy az északi jóléti államok nem tudták ezeket a közösségeket integrálni. Ezek izolálódtak. Ezek a saját világukat élik, és tulajdonképpen olyan erős párhuzamos társadalmak alakultak ki, amelyek előbb-utóbb konfliktusba kerülnek. Tetszik vagy nem tetszik? Ezt megint nem lehet elmaszatolni, ezt ki kell mondani. És én ezért a
szorosabb együttműködésnek vagyok a híve, hogy ha külön-külön keresnek a tagállamok megoldást, lehet, hogy egyik-másik a periférián ideiglenesen megoldást talál, de csak ideiglenesen. Abban a pillanatban, hogyha azok a közös értékek, amelyek a szabadságokra és a szabadságjogokra vonatkoznak, a mozgás szabadságától kezdve a munkavállalás lehetőségeik az Európai Unión belül, vagy a különböző más szabadságokig, az áruk és a tőke szabad mozgásáig, hogyha ezek elbuknak, hogyha ez szétesik a Schengeni egyezményt, tulajdonképpen már a Schengeni határok megkérdőjeleződnek, hogyha a Dublini szerződés vagy megállapodás szétrombolódik, akkor előbb-utóbb az Európai Uniónak az alapjai fognak szétesni. És látni kell, hogy a mai világban, főleg amilyen kihívások érik Európát, a perifériát is, meg a közepét is Európának, külön-külön nincsenek jó megoldások, nincsenek hosszú távú megoldások. A tagállamok akkor, amikor a szuverenitásról kell beszélni, és a szuverenitás egyik-másik eleméről kell lemondani, nagyon nehezen tudnak döntést hozni. Ez érthető. De ma azon lovagolni, hogy akkor lépünk egyet előre, vagy hagyjuk, hogy szétessen egy fél évszázados konstrukció, én szerintem teljesen időpocséglásnak tűnhet, mint ahogy az is rettenetesen veszélyes, hogy a gyűlöletbeszédet fölpörgetni, hogy a különböző ilyen kihívások kapcsán a populista demagóg megoldásokat javasolva egy olyan gyűlölet hullámot elindítani Európában, amely a kérdést magát nem fogja megoldani, de különböző kisebbségeket, előbb-utóbb őshonos kisebbségeket, nem bevándorlókat meg fog találni. És ez Erdélyben, Romániában, a mi esetünkben különösen érezhető, de érezhető itt a közép-kelet-európai régióban más kisebbségekkel kapcsolatosan is. Amikor a gyűlöletet kiengedik a palackból, az elindul, az keresi a célpontot, hát ide nem fognak a migránsok a közeljövőben jönni, és akkor egy valamilyen kisebbséget talál meg, a mi esetünkben a magyar kisebbséget. Szabadság versus biztonság. Ez, ami ma foglalkoztatja az Európai Unióban élő polgárokat és az Európai Unió vezetőit. Én azt gondolom, hogy a politikusoknak, az Európai Unió vezetőinek kell jó választ adni. Valahogy olyan formában adnám én a választ, és azt mondanám, hogy a szabadságok nem csorbulhatnak, nem szabad a szabadságjogokat feláldozni a biztonság oltárán, mert akkor előbb-utóbb egy diktatúrába, egy autokratikus rendszerbe kerülünk, de nem szabad azt sem elfogadni, hogy a biztonságot nem képesek a hivatalos intézmények, a tagállami és az európai uniós intézmények biztosítani. Mert ha nem tudják ezt biztosítani, nem képesek jó választ adni, akkor a különböző közösségek maguk fognak igazságot szolgáltatni, vagy maguk fogják megteremteni azokat az állami intézményeken kívüli megoldásokat, amelyek a biztonság szavatolásához elvezetnek, vagy látszólag elvezetnek, de azok mindig előbb-utóbb polgárháborús konfliktusokba törhetnek ki, tehát ez nem lehet megoldás. Ez nem szabad, hogy megoldást jelentsen. Európai Unió erős vagy gyenge? Ebben a pillanatban nagyon gyengének tűnik. Az oroszoknak az az érdeke, hogy ne legyen egy erős Európai Unió, Moszkvának ez az érdeke. És én azt gondolom, hogy még vannak olyan nagyhatalmak, amelyek nem abban érdekeltek, hogy egy erős Európai Unió legyen, hogy az európai népek szolidárisak legyenek, hogy az európai népek sikeresek legyenek. Na most, hogyha ezt látjuk, hogyha ezt felismerjük, akkor azt a kérdést is fel kell tenni, hogy miért van ez így. És a válasz pedig nem lehet más, mint hogy az európai nemzeteknek, népeknek, tagállamoknak ebben a globális versenyben csak akkor van esélye, csak akkor lehetnek sikeresek, hogyha szolidárisak, hogyha együtt keresnek a globális problémákra megoldásokat. Nyilvánvaló, hogy a gyűlöletbeszédnek a felerősödése az egyik olyan veszély, amitől gyakorlatilag a romániai magyar közösségnek is közvetlenül tartania kell ennek a brüsszeli merényletnek a kapcsán, a másik pedig ugye a biztonságpolitikának a szerepe minden bizonnyal meg fog nőni akár tagállami szinten is, illetve meg fog erősödni a titkosszolgálatoknak a szerepe is, és hát ugye a közelmúltban azért már volt abban tapasztalatunk bőven, hogy a szerei nem feltétlenül a szövetségesként tekint az erdélyi magyarokra, hanem egy potenciális veszélyforrásként. Illetve a közelmúlt eseményei is azt mutatják, hogy elég konfliktusos ez a román-magyar
helyzet bizonyos szervek szempontjából, ugye csak hogyha a Székely Szabadság napjára gondolunk, ahol 85 szemét bírságoltak meg, ugye egyrészt a rendezvény szervezéséért, másrészt egyszerűen csendháborításért. És ennek kapcsán kérdezném, hogy az RMDS miért úgy viszonyult a Székely Szabadság napjához, ahogy viszonyult, illetve hogy miért nem volt szervezésileg is akár részes ennek az eseménynek, illetve hogy mi az álláspontja ezekkel a bírságolásokkal kapcsolatban? Elfogadhatatlan, hogy azokat bírságolják meg, akik élnek ezekkel a szabadságjogokkal, a vélemény nyilvánítás szabadságával, a gyülekezési szabadság jogokkal, és mivel ott nem történt semmi olyan, ami törvénysértés lenne, és szabálysértés lenne, én azt gondolom, hogy ezeket a bírságokat mindegyiket meg kell támadni a bíróságon, és meg lehet nyerni. Mi ezt az első pillanattól kezdve elítéltük, és elfogadhatatlannak tartjuk, és ezt a gyakorlatot a román hatóságoknak be kell fejezniük, ezt nem szabad évente megismételni, ez nem vezet ahhoz, hogy a román-magyar közösség viszonya az javuljon, vagy jobbá váljon. Mert ebben a pillanatban be kell látni azt, hogy van egy erős bizalmatlanság a két közösség között. A magyarok egyre kevésbé bíznak az olyan intézményekben, mint a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, tehát azok az intézmények, amelyek a polgároknak a biztonságát, a jogállamnak a működését kell, hogy garantálják, és valóban a jogállamiságát ma Romániának ezek a dolgok miatt is meg lehet kérdőjelezni, tehát elfogadhatatlannak tartjuk, és a jogállamot sértő intézkedésnek tartjuk. Azt is, ami Marosvásárhelyen történt, de azt is, ami az erdélyi zászlóval történt Kolozsváron március 15-én, és megint csak azt mutatja, hogy a hatóságok akkor, hogyha a politika részéről nem kapnak egyértelmű jelzést, hogy merre kell menni, akkor hajlamosak a túlkapásra, főleg az erőszakszervek. És itt tulajdonképpen ez a probléma, ami a kérdésnek a gyökeréhez visszavezethető, hogy a politika részéről az elmúlt években néha arra kaptak indítatást, hogy lehet így viselkedni a kisebbséggel szemben, a magyar kisebbséggel szemben, és lehet, hogy most nem kapnak semmiféle útmutatást, semmiféle ösztönzést, és akkor a régi gyakorlatot folytatják. Másrészt pedig hát a titkosszolgálatoknak, ugye itt Közép-Kelet-Európában mindig erősebb volt a befolyása, hatalma, mint amennyi egy normális jogállamban, demokratikus berendezkedéssel bíró, működő államban kellene, hogy legyen, és minden ürügyet megragadnak arra, hogy próbálják megerősíteni, kiterjeszteni a hatalmukat. A kérdés az, hogy a civil kontroll, a parlamenti kontroll az mennyire erős, mert én azt gondolom, hogy ez az alapvető különbség egy klasszikus, régi hagyományokkal, sok múlttal, hosszú múlttal rendelkező demokratikus állam, és egy új demokratikus állam, egy tulajdonképpen alig néhány esztendővel, 25-26 esztendővel rendelkező állam esetében, mint Románia. És én azt gondolom, hogy itt nekünk politikusoknak is óriási nagy a szerepünk, de a civil társadalomnak legalább akkora a szerepe, hogy hogyan viszonyul az emberi jogokhoz. Amikor egy minisztertől azt halljuk, igazságügyi minisztertől, hogy az emberi jogok az luxus, akkor nekem óriási fenntartásai vannak, hogy annak a miniszternek van-e még keresni valója a kormányban, szerintem nincs, amit keresnie. Ezért is írtuk alá azt az egyszerű indítványt az igazságügyi miniszter ellen, amelyet a héten, ezekben a napokban nyújtottak be, mert valóban azt gondolom, hogy nem lehet ilyet állítani egy magát jogállamnak tartó Európai Uniós tagállamban, hogy az emberi jogok az egy luxus. Hogyha egy igazságügyminiszter ilyet mond, akkor ez az az üzenet tulajdonképpen az erőszakszervek fele, hogy bármit meg lehet tenni. Meg lehet bírságolni embereket jogtalanul, el lehet kobozni olyan szimbólumokat, amelyek tiszta vicc, hát Romániának az egyik történelmi zászlaja, a erdélyi zászlaja, és azt el lehet venni egy nyilvános felvonuláson, és bírságokat lehet kiróni. Ezért rosszak ezek az üzenetek. A Székely Szabadság napját a Székely Nemzeti Tanács szervezi, ez az ő feladata, az ő szerepe, ezt vállalta hagyományosan, és a szövetség természetesen azt mondta a szimpatizánsainak, tagjainak, hogy mindenki szabadon viszonyul ehhez a rendezvényhez. Aki akar, elmegy, aki akar, nem megy el. Én magam a Székely Szabadság hősök előtt tisztelettel adózom, főhajtással minden esztendőben. Március 15-e pedig az a pillanat, amikor a nagy közösségi ünnepünket, a magyar ünnepet, a magyar
szabadságharcot ünnepeljük. És én azt gondolom, hogy ezt a kettőt nem szabadna egy percig sem szembeállítani, és egyiket sem szabadna politikai célokra felhasználni. Mihelyt valaki kisajátítja, és itt ugye ez történt egyébként, ez látható volt, érthető volt, aki ott volt, látta, aki követte, az egyértelműen erre a következtetésre juthat. Ha egyik vagy másik politikai oldal kisajátítja, már pedig március 10-ét kisajátította, akkor nyilván megtörténhetnek olyan helyzetek, esetek, pillanatok, amikor akár egy teljesen jó szándékkal föllépő embert is ott kifütyülnek. Nem szabadna egyetlen egy nemzeti ünnepet, nem szabadna egyetlen egy olyan ünnepet sem, amely tulajdonképpen a múltról szól, a szabadságról szól, a mi identitásunknak erős része mindegyikünknek kisajátítani egyik vagy másik irányba. Visszatérve még picit az erdélyi zászlóhoz, ön azt mondta, hogy ez is a magyarság elleni támadásnak értelmezhető, viszont van egy másik értelmezési keret is, amely ugye arról szólna, hogy ugye itt Kolozsváron van egy erősödő mozgalom, amely az erdélyiséget tűzte zászlajára, úgymond, és ők is ezt az erdélyi zászlót használják a saját szimbólumukként, és nem lehet, hogy a hatóságok inkább ezt próbálták valamiképpen kontrollálni, vagy meggátolni, hogy ez a mozgalom megjelenjen a médiában, illetve a köztéren. Biztos, hogy sokféle értelmezése van annak, ami történt, annak, ami történik. Mindegy, hogy miről van szó, de ezt mindenki úgy értelmezi, ahogy jónak tartja, ahogy jónak látja. Én a regionális identitásokat fontosnak tartom, hisz Románia alapvetően egy olyan állam, amely történelmi régiókból állt össze, hagyományos, erős identitással rendelkező történelmi régiókból. Talán ezek közül Erdély és Moldva a legerősebb identitással, regionális identitással is rendelkező régió. Na most egy állam akkor erős, hogyha a különböző árnyalatait az ott élő közösségi identitások különböző szintjeit érti, értelmezni tudja és elfogadja, nem pedig tiltja. Romániában, mint sok más országban, egyébként Európában, ezek a regionális identitások megerősödőben vannak, és én ezt nagyon jónak tartom, nagyon fontosnak tartom, és ezt nem lehet hatósági kirohanásokkal megakadályozni. Hogy mi van a hatóságok fejében, nem tudom. Tehát én nem vagyok képes a rendőrnek a logikával gondolkodni, ezért elnézést kérek. Hogyha már ennyit beszéltünk a zászlókról, akkor beszéljünk egy kicsit még a székely zászlóról is, amelyet ugye Hargita megye a megye zászlóként fogadott, és a prefektus megtámadta ismételten ezt a döntést, ez nem az első eset, ugye, hogy ez megtörténik. Ön szerint mennyire helyes az, hogy egy megye egy regionális szimbólumot válasszon a megye jelképének? Teljesen rendben való, nincsen ezzel az ég egy világon semmi gond. A törvény szerint, hogyha megye zászló, akkor minden település a megye zászlót kitűzheti, és Kovászna megye apró eltérésekkel ugyanazt a zászlót használhatja megye zászlóként, és minden település kitűzheti. Azon nehogy már felakadjunk, hogy egy olyan jogi megoldás született, amely nem a legszámunkra, nem a legideálisabb, de akkor és abban a pillanatban a parlamentben egy ilyen megoldást lehetett elfogadtatni, mert a mi 5%-unkhoz még hozzá kellett valahogy pakolni 45%-ot, és én azt gondolom, hogy ez így működik. Én ezen egy percig sem akadnék fel. Azon fennakadok, hogy a prefektusok Hargita Kovászna megyében, de Maros megyében is egyebet sem csinálnak, ahelyett, hogy odafigyelnének, hogy mi történik a sok-sok törvénytelenséggel, az erdőirtásokkal és sok más olyan kérdéssel, amely legalább annyira fontos, mint egyéb más prefektusi feladatkör. Ők fogják magukat, és egyébként se csinálnak, csak reggeltől estig az ászlókat lesik, és azt nézik, hogy hol kit tudnak megbüntetni, hol kit tudnak megbírságolni, bíróság elé citálni, törvényszék elé citálni, és én azt kérdezem, hogy ilyen körülmények között van-e szükség prefektusokra? Nincs szükség. Ilyen prefektusokra nincs szükség. Úgy általában azt gondolom, hogy a prefektus intézményei meghaladott intézmény, meg kellene szüntetni egy alkotmánymódosításkor, ezt a javaslatot meg is fogjuk tenni, hogy prefektus nélkül működjenek a megyék, és ilyen prefektusokra aztán végképp nincsen szükség, akik nem azért dolgoznak, minden egyes tevékenységük azt mutatja, a döntésük azt mutatja, hogy a
közösségek biztonságérzetét, jólétét erősítsék, növeljék, hanem azért, hogy valakit valahogy megbüntessenek. Hát ilyen emberekre nincs szükség, sem Hargita, sem Kovászna megyében, de egyébként egyetlen más megyében sem. A Hargita, illetve a Kovászna megyei románok mennyire érezhetik magukénak ezt a székely zászlót? Ugye az volt a kifogása a megye zászlóval kapcsolatban, hogy nem jelképezi a megyében élő románságot. Én azt gondolom, hogy Hargita megyében legalábbis, a Kovászna megyében is a megye vezetősége annyi gesztust és olyan mértékű párbeszédet tett és folytat az ottani román közösséggel, hogy egy percig sem merülhet föl, hogy nem tekinti partnerének ott, ahol többségben él a magyarság. És ez látszik az egyszerű pályázatoktól kezdve egészen odáig, hogy különböző intézményekben hogyan próbálják megoldani, hogyan próbálnak megoldást találni arra, hogy a román közösség ne érezze magát semmilyen féleképpen hátrányban. Na most akkor, amikor egy történelmi szimbólumról, egy közösségi szimbólumról beszélünk, az a jó, hogyha az ott élő emberek mind magukénak tudják érezni. Én nem látom, hogy például a román közösséget a mai székely zászló hol sértené, hol bántana, hisz ez soha nem ő ellenük irányult, ez soha nem a román közösség ellen irányuló szimbólum volt. A történelem során egy alkalommal sem, hogyha azt nézzük, hogy először ezt a típusú zászlót hol használták, és kik használták, hát az pontosan arról szól, hogy a székely hadak egy olyan akkori, nyilván akkor nem etnikai értelemben voltak viszályok és konfliktusok, hadviselésben is magukkal vitték, amely egy román vajda melletti székely odaállást, melléállást is jelentett. Na most ezen én szerintem megint nem érdemes sokat rugózni, hanem tovább kell folytatni azt, amit Hargita megye is, Kovászna megye is elkezdett, és például a Hargita megyei önkormányzat egy olyan együttélési, ha szabad ilyen mondani, kódexet, mert tulajdonképpen ez egy nem törvényerővel bíró, de mégiscsak az együttélés szabályait rögzítő dokumentummal fordult a románok felé, amely messze a jövőben mutat, és semmiféleképpen nem a múltban. Ha már Székelyföldnél tartunk, akkor mind Hargita, mind Kovászna megye központjában nagyon fontos mozgások történtek a helyhatósági választásokra való tekintettel. Ugye Csíkszeredában, ahol Rádui Róbert polgármester lemondott nemrég a tisztségéről az ellene indult eljárás miatt. Egyedül Borboly Csaba jelentkezett az RMDSZ előválasztására, így egyértelműen ő lesz az RMDSZ jelöltje. Azért ebben nagy tétben még ne fogadjanak. Miért mondja ezt elnök úr? Azért, mert én nem vagyok ma még biztos, a jelölési határidő április 17-ig tart, és én azt ma még egyáltalán nem zárnám ki, hogy Rádui Róbert indul polgármesternek, hisz a bírósági felügyelet megszűnt, és én azon leszek, hogy meggyőzzem őt, hogy induljon, és RMDSZ-nekben a polgármesteri tisztséget megszerezze. Amúgy maga Borboly Csaba is azt mondta, hogy amennyiben Rádui indul, akkor ő vissza fog lépni. Március 15-e után lett végérvényes az, hogy a bírósági felügyeletet Rádui Robi ellen megszüntetik, Rádui Robert ellen feloldották, és április 17-e a határidő, tehát ezek nem eldöntött dolgok. Valakinek kellett jelentkeznie március 15-ig, mert azt nem lehetett tudni, hogy mi fog történni Rádui Roberttel és Szőke Domokossal. A bírósági felügyeletet meghosszabbítják, vagy föloldják. És azt nem lehetett, hogy RMDSZ jelölt nélkül futunk neki a választásnak. Tehát ez egy nem lezárt ügy, itt még azért a következő napokban változhatnak a dolgok, mint ahogy látták, hogy Mezei Jánossal kapcsolatosan is megszületett alapfokon a döntés, hogy a bírósági felügyeletet föloldják, visszamehet dolgozni. Bízom benne, hogy amennyiben megtámadják az ügyészek a felvételen is ez lesz a döntés. Nagyon bízom benne, hogy április 17-én Antal Árpádnak a bírósági felügyeletét is megszüntetik, és a dolgokat próbáljuk úgy összerakni, hogy azok, akik jól teljesítettek, akik az elmúlt években több mandátum alatt akár egy-egy településnek, közösségnek, az életminőségének a javításához hozzájárultak azáltal, hogy úgy vezették Sepsiszentgyörgyöt vagy Csíkszeredát, ahogy vezették, azok tovább mehessenek. Nekem személyesen is, a szövetségnek is ez az érdeke.
Borbély Csaba jelentkezését azért is tartottam nagyon érdekesnek, vagy azért tartom nagyon érdekesnek, mert ugye eléggé konfliktusos volt neki a viszonya Rádúj Róbert, legalábbis kívülről úgy tűnt, hogy nagyon gyakran nem értenek egyet. Sőt, hogyha visszaemlékszünk, akkor Rádúj Róbert tulajdonképpen úgy mondott le, hogy gyakorlatilag amikor Borbély Csaba ellen beindult az eljárás, akkor mondta ő azt, hogy egy olyan vezetőnek, aki ellen eljárás indul, kötelessége lemondani, és akkor gyakorlatilag, amikor ellene is eljárás indult, akkor ezért, vagy ez volt az egyik indok annak, hogy lemondott a polgármesteri tisztségéről. Jelenleg is ennyire rossz a viszony a két vezető között? Én nem látom egyrészt a viszonyt rossznak, másrészt pedig időnként azzal vádolnak bennünket, hogy az RMDSZ-ben egyhangúságban nincsenek viták, hogy néha azt is mondják, hogy demokrácia deficit van, néha azt is mondják, hogy diktatúra van, néha azt mondják, hogy nincsen semmi. Máskor meg azzal vádolnak, hogy viták vannak, hogy a kollégák között esetleg ilyen vagy olyan kérdésekben vitás helyzet alakulhat ki. Na most ezek közül a vádak közül egyik sem igaz. Az RMDSZ továbbra is az a szervezet, az a szövetség, ahol nincsen egyhangúság, nincsen semmiféle olyan egyvéleményre való törekvés, mint mondjuk a klasszikus értelemben vett pártokra. Vannak különböző helyzetekben különböző megközelítések, viták, és ami Csíkszeredát, Hargita megyét illeti, hogyha voltak viták és lesznek viták, azok soha nem nyomták rá a bélyegét egyik vita sem a döntéshozatalra és arra, hogy a közösség érdekében tevékenykedjenek a kollégák. És én azt nem tudom megígérni, hogy az RMDSZ-ben diktatúra lesz, hogy a véleményszabadságot nem fogjuk eltűrni, ezt nem fogom megígérni. Viszont azt fogom mondani, hogy minden vita ellenére a szövetség a következő esztendőkben és a következő időszakban is a viták ellenére, a viták mellett olyan döntéseket hoz, amely a közösség javát szolgálja. És ez Csíkszered a városra bebizonyította Rádúj polgármester úr vezetése alatt, és Borbély Csaba a megye esetében bebizonyította az elmúlt 8 esztendőben, vagy mióta vezeti ő a megyét. Volt nekem vitám Rádúj Róberttel, volt vitám Borbély Csabával, nekem személyesen is lesz vitám a kollégákkal, és én azt gondolom, hogy ez a helyes. Az a helyes, hogy vitatkozzunk, az a helyes, hogy ne értsünk mindenbe egyet, viszont amikor döntést hozunk, az a közösség érdekeit szolgálja, a közösségnek az előremenetelét szolgálja. Ugyanakkor Borbély Csaba vádlott is egy ügyben, ugye ez már egy évek óta húzódó folyamat. Ez mennyire befolyásolhatja azt, hogy milyen lesz a megítélése neki, hogyha arra kerül a sor, hogy az embereknek választaniuk kell? Nézze, sem Borbély, sem Rádúj, sem Szőke Domokos, sem Mezeit, sem Antal Árpádot nem korrupcióval vádolják. Nem azzal vádolják, hogy a közpénzt hazavitték, elköltötték saját célra, ellopták, eltulajdonították. És ezért én azt mondtam, hogy amíg nincsen bírósági ítélet, én addig mindenkit ártatlannak tekintek. Ez egyébként jogilag is így helyes, és így van a törvény szerint is. Ha elfogadnánk azt, hogy akit megvádolnak, az azonnal bűnös, akkor az ártatlanság vélelmét tennénk zárójelbe, illetve mások döntenék el a szövetségnek, ha szabad ilyet mondani, a káderpolitikáját. Azt, hogy ki, mikor, milyen helyen próbálja megszerezni a közösségnek a bizalmát. Én azt tapasztaltam ezeknek a vezetőknek az esetében, és most csak 4 emberről beszéltem, hogy mindenhol a közösségnek a bizalmát élvezik. Hogyha ma választást tartanának Sepsiszentgyörgyön, Antal Árpád nem 50%-kal nyerné meg, 90%-kal a választást. Ha ma választást tartanának Gyergyószent Miklóson, Mezei János megnyerni, Csíkszeredában Rádúj Róbert megnyerni, és hogyha Hargita megyében a megyei választás úgy lenne, mint ahogy eddig volt, hogy az elnökre közvetlenül választanak, a közvéleménykutatásokból is, a saját tapasztalatunkból is egyértelműen az derül ki, hogy Borbély Csabát megválasztanák. Tehát a két dolgot nem szabad egymással sem szemben állítani, sem úgy tekinteni, hogy ha valakit már megvádoltak, de nem korrupcióval, mondom, nem azzal, hogy lopott, sikkasztott, elvette a közpénzt, akkor mi lerúgjuk a pályáról, és azt mondjuk, hogy nem számít az, és nem foglalkozunk veled. Előállhat olyan helyzet egyébként, hogy valakit úgy vádolnak meg, hogy nem lehet azzal tovább menni. Ilyen is volt, ilyen helyzet is előállhat, ezt nem kívánjuk magunknak, és nem kívánjuk senkinek, de azért árnyaltan kell látni azt, hogy mi történik ma Romániában. Nem szabad fehér-fekete
két szélsőségben nézni a társadalmat, mert azért vannak árnyalatok, és az árnyalatok fontosak. Gyergyószent Miklóson, ugye Mezei János az MPP színeiben megválasztott polgármester most életett a napokban vissza a polgármesteri székébe. Ez mennyiben változtathatja meg akár az erőviszonyokat, akár az önkormányzati választásokra való felkészülést a városban? Lássuk, hogy Mezei János mit dönt, indul vagy nem indul. Amennyiben indul, én szerintem neki van esélye, hogy megnyerje a választást minden további nélkül, és a Gyergyószent Miklósi szervezet sietett. Nagyon előre szaladt, meg kellett volna várják a közvéleménykutatást. Ők valamiért nagyon igyekeztek előre, nem tudom, hogy miért. Engem sem kérdeztek meg. Nem tudok ebben a pillanatban arra választ adni, hogy amennyiben Mezei úgy dönt, hogy indul, akkor mi történik. Az biztos, hogy ha Mezei indul, akkor megnyeri. Hogy az RMDSZ jelöltjével mi történik, azt ma még nem tudom megmondani. Akkor most létezik egy közvéleménykutatás? Vagy létezik természetesen. Most készült el, még én sem ismerem a Gyergyószent Miklósi közvéleménykutatásnak az eredményeit. Az volt a mi megállapodásunk, hogy megvárják a közvéleménykutatást, és utána fogjuk eldönteni azt, hogy ki a jelölt, de a közvéleménykutatást ők nem várták meg, korábban bejelentették. Nézze, a szövetség sem tökéletes. Nálunk is vannak gondok, problémák. Egyébként húsvét utánra, a jövő hét elejére a közvéleménykutatás adatait ismerni fogjuk, és akkor látjuk, hogy hogyan állunk, ki hogyan áll. Sepsiszentgyörgyön ugye Tamás Sándor szerdán jelentette be azt, hogy beindult az aláírásgyűjtés Antal Árpád polgármester jelöltsége támogatása érdekében. Ugyanakkor maga Antal Árpád is jelezte, hogy amennyiben feloldják a tiltást, ezt a felügyeletet, akkor indulni fog a választásokon. Ez egy nagy változás ahhoz képest, hogy eddig gyakorlatilag nem lehetett tudni azt sem, hogy Antal Árpádnak mi a szándéka, függetlenül attól, hogy áll ez az ügye. Lehetett tudni, mi néhány hete ezt tudjuk, mi leültünk, ezt alaposan végigbeszéltük, minden oldalról először hármasban Antal Árpáddal, Tamás Sándorral végigbeszéltük, utána természetesen más kollégákkal is végigbeszéltük, próbáltuk a helyzet minden alaposan megnézni minden egyes részletét, és arra a konklúzióra jutottunk, hogy amennyiben a bírósági felügyeletet feloldják, akkor Antal Árpád indul. Ez volt a mi kérésünk, ez az ő szándéka. Április 17-én fog ez kiderülni. Amennyiben a bírósági felügyeletet nem oldják föl, Antal Árpádnak egyébként ő nyilvánosan elmondta a véleményét, az álláspontja az, hogy nem kockáztatja, nem akarja megtenni Sepsiszentgyörgyel, és én ezt értem, ez logikus, ez egy tisztességes álláspont, hogy a választások után ne tudjon a polgármester bemenni a hivatalba, ne tudja letenni az esküt, ne tudja elkezdeni a munkát. Van nekünk B forgatókönyvünk is, de most ebben a pillanatban arról a forgatókönyvről beszélünk, amelyet én teljesen reálisnak tartok, és szeretném, hogyha a dolgok úgy alakulnának, hogy Antal Árpád indulhasson polgármesternek Sepsiszentgyörgyön. Gyakorlatilag a döntését pozitívan befolyásolta az, hogy elindult ez az ügy ellene? Hát most nehogy azt a láncadatot keltsük, hogy ha valakit megvádolnak, az attól most nagyon happy lesz. Nem, tehát mögöttünk rengeteg beszélgetés áll. Az előtt is, hogy megtörtént, ami megtörtént, azt követően is. És én csak azt tudom mondani, hogy minden nyomás ellenére, minden nehézség ellenére az én álláspontom, véleményem az volt, hogy nincs hova hátrálni. Előre fog kelleni menni. Mert azok, akik azt akarják, hogy lefejezzék a közösséget, azoknak az a szándéka, hogy egy-egy ilyen esetben egy-egy embert kiüssenek, kilőjenek, levegyenek a játéktérről, hogyha szabad így fogalmazni. Én meg azt gondolom, hogy ilyen esetben nem szabad egyebet tenni, mint hogy menni előre. Elnök úr, melyek azok a városok vagy települések, ahol ön úgy érzi, hogy sikerült megtalálni a megfelelő jelöltet, nagyon jól áll az RMDSZ, és melyek azok, ahol még nagy problémák vannak jelen pillanatban? Dolgozunk április 17-e a határidő, 18-a, akkor fogjuk tudni, hogy mindenhol megtaláltuk-e a jó jelöltet. Nagy többségében a településeknek én azt gondolom, hogy már rendben vagyunk. Van néhány olyan település, ahol az utolsó pillanatig kivárunk, mert olyan a helyzet, például Sepsiszentgyörgyön, nem azért, mintha nem tudnánk, mi a megoldás, de objektív okok miatt várnunk kell. És a szándékunk az, hogy a közösséget szolgáljuk. Ez a legfontosabb cél, hogy olyan polgármesterek, olyan önkormányzati képviselők legyenek, akik a jó célt,
a jó ügyet tudják szolgálni, a közösséget tudják szolgálni. Aztán a többi az statisztika. Persze a statisztika is érdekli az embert, de nem azzal kezdjük. Azzal kezdjük, hogy olyan emberek legyenek, akik meg tudják szerezni a településen élő embereknek a bizalmát. Az önkormányzati választásoknak van egy sajátossága, ugye ez nem újdonság, ez közhely. Ott nagyon nagy mértékben az emberre szavaznak, és nagyon fontos, hogy mert ismerik egymást, főleg a mi kis településeinken, ilyen a település szerkezete Erdélynek nagyjából, a nagyvárosokat leszámítva, ismerik egymást az emberek, mindenki mindenkiről mindent tud, vagy szinte mindent, vagy mindent is, ahogy mondaná a székely. Ilyen körülmények között azt gondolni, hogy olyan embert választ meg egy közösség, akiről azt hiszi, meg van győződve, hogy nem képes a közösséget elvezetni, ez hihetetlenül nagy arroganciára val, vagy helyzet nem ismeretre. Én azt gondolom, hogy minden közösség olyan vezetőt fog választani, akiben megbízik. Aki vagy bizonyított már, vagy meggyőzően el tudja mondani, hogy a következő időszakban ő mit javasol, mit fog tenni azért, hogy az ott élő emberek jobban éljenek, biztonságban legyenek, hogy az életszínvonaluk magasabb legyen. Pont. Ez egy ilyen egyszerű történet, nem kell lakkozni különösebben, hogy akkor hány fordulós RMDS, nem RMDS. A közös ügyet, a közös célt, a jó ügyet kell tudni szolgálni megbízhatóan és hihető programmal. Ugye a parlamenti vagy akár az Európa parlamenti választások esetében valószínűleg könnyen meghatározni egy egységes célt, ami mondjuk országosan az RMDS mit szeretne elérni, vagy mi a célkitűzése, hány szavazat, hány százalék. Amikor ilyen helyszintű választásokról van szó, akkor nyilván sokkal összetettebb a kép, hiszen nem ugyanarra a jelöltre szavaznak, vagy nem is csak a párt közös, de hogy azon kívül, vagy a szervezet, bocsánat, de azon kívül meg számos jelölt van a különböző településeken, és amint mondta ön is, gyakorlatilag személyesen is ismernek nagyon sok jelöltet az emberek. Ilyenkor hogy lehet egy országos, makrószintű célkitűzés megfogalmazni az RMDS számára, és mi az, hogyha van? Hát elsősorban, amit az imént mondtam, a közjó. Ugye nem lehet azt mondani, hogy országos programot fogunk 250-300 településre megfogalmazni, mert ez szinte lehetetlen. Egyik településen ilyen gondok vannak, másik településen olyan gondok vannak. Országos szinten a keretprogramban azt tudjuk mondani, hogy az önkormányzatiságról mit gondolunk és milyen önkormányzatokat szeretnénk, és itt néhány olyan elvet mondunk, hogy szubszidiaritás, decentralizáció, minél több döntés a helyi közösségek kezében, és azon kívül van 5-6 olyan közpolitikai terület, ahol az önkormányzatoknak a hatásköre hihetetlenül fontos, és nagyon-nagyon sok döntést maguk az önkormányzatok hoznak meg. És ezekkel kapcsolatosan, hogy mit gondolunk, a településfejlesztés, vidékfejlesztés, akár oktatási kérdésekben is, ugye, mert van olyan település, van olyan község, amely 5-6-7-8-9 településből áll, és ennek van egy iskola hálózata. És nagy mértékben az önkormányzaton múlik, hogy ezt hogyan működteti, hogyan tudja úgy működtetni, hogy minden gyerek magyar iskolába járhasson, és minden gyerek beutazható távolságon belül megtalálja azt az iskolát, azt az osztályt, ahol ő tanulni tud. És sorolhatnám, folytathatnám, hogy még milyen közpolitikai kérdések vannak, mezőgazdasággal kapcsolatosak, szociális kérdésekkel kapcsolatosak, olyan ügyek, amelyek nagyon nagy mértékben az önkormányzatok hatáskörében vannak, és ezekre egy átfogó keretet tudunk adni. De hogy hol kell utat építeni, hol kell hidat építeni, hol kell új iskolát építeni, hol kell öreg otthont működtetni, ezt nem lehet országosan megmondani, ez lenne a legnagyobb butaság. Ezért minden egyes megyében, minden egyes területen helyi kampánystábok működnek, és a jelöltek a helyi igényeknek megfelelő megoldásokat fognak javasolni a közösségek számára. Mennyire figyel az önkormányzati választások alkalmával az RMDS a másik két magyar politikai szervezet tevékenységére? Mennyire fontos számára az, hogy ebben a versenyben jól jöjjön ki? Hát a verseny az úgy általában mindenki számára azt jelenti, hogy nyerni akar, jól akar kijönni, ugye, és aztán van, akinek sikerül, van, akinek nem. Én remélem, hogy a szövetségnek fog sikerülni, de nem foglalkozunk mi az ellenjelöltekkel. Az egyik legnagyobb hibája az lehet egy politikai szervezetnek, vagy egy jelöltnek, hogyha nem azzal foglalkozik, ami az embereket érdekli, hanem azzal, hogy az ő versenytársa hol született, hol nőtt fel, kivel él, kivel nem él, és mit mond. Abban a pillanatban az emberek azt mondják, hogy ezekkel nincs mit foglalkozni, ezekre nem lehet rábízni a közösséget, mert ezek egymással vannak elfoglalva, magukkal vannak elfoglalva, nem velünk. Tehát én minden jelöltünknek azt mondom, hogy az első számú prioritás a
közösség gondjaival foglalkozni, arra választ adni. Hagyják az ellenfeleket. Nem az a kenyerünk, hogy az ellenfelekkel vitatkozzunk, nekünk nem egymást kell legyőznünk. Tehát ez a másik nagy hiba, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk egymást kell földbe döngölni, egymást kell legyőzni. Nem, a közösséget kell szolgálni megbízhatóan jól, és akkor a dolgok a helyükre kerülnek. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést, ennyi fért a mai műsorunkba. Egy hónap múlva, április utolsó hétfőn ismét találkozunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak.